édesanyám lelkem, ne sirasson engem, Erdély országba kell mennem. Felszabadítani székely rabtestvérünk, Azolt és a Maros mentén. Talán egyszer megfordul a világ, zöld ablakban piros-fehér virág, két kicsi kezével szórja a világra, ha bevonulunk Kolozsvárra. Az egész történet, ugye tudjátok, hogy jött, úgy hozta a sors, hogy éppen ezen a napon játszunk a Csíkszereda csapatával egy nagyon fontos mérkőzést, és páran úgy gondoltuk, hogy talán szép gesztus, egy baráti történet lenne, hogy itt megemlékezzünk a Székely Szabadság napjáról is, egy pár szóban elénekeljük a két nemzeti imánkat, meghallgattok most speciál engem, illetve az Éj és Lacit, csinálunk egy közös fotót, illetve hát most már videó is fog rólunk készülni, benne leszünk a tévébe, utána pedig bemegyünk a meccsre, és mindenki szurkol a saját csapatának. A jégkorong az egy teljesen más millió, egy teljesen más szubkultúra, minket sokkal több dolog köt össze, mint ami szétválaszt. Mi egy vérből valók vagyunk. A ma reggel időm jutott, hogy milyen beszédet is tartsak. Gondoltam, majd kiguglizok valamit itt, hogy mi a történelme, mi volt, hogy volt. De úgy gondoltam, én azt rátok hagyom, meg tudjátok ti ezt nézni, mi történt akkor. Egy másik érzés is kavargott akkor bennem. Mindenki tudja, hogy végződött a tegnapi meccs, és utána még mik történtek, hogy éltettük egymást, egymás csapatait. Itt vagyunk, tehát minket sokkal több dolog köt össze, mint ami megoszt. Mi egy nemzet vagyunk, egymáshoz tartozunk. És eszembe jutott, jó múltkorában itt egy páran ott is voltatok, Gyimesbe egy jégkorong, amatőr jégkorong baráti rendezvényen vettünk részt, és úgy hozta akkor is a sors, hogy a Miskolc és a Csík egymás ellen játszott. Hát döntőnek felérő csata volt, igen. Én voltam speciál a Miskolc csapatkapitánya, és hát az is olyan mérkőzés volt, mint a tegnapi igazi férfias küzdés. Már a határokat is súrolta talán, és néhány pofon is elcsatolt, olyan finoman. Ahogy a jégkoromba belefér, nincsen azzal semmi baj. Én CK-ként kiálltam egy kicsit a csapatomért, meg egy kicsit biztatni is kellett, mert hátrányban voltunk, és akkor egy itt lévő fiatal emberrel elég komoly fejhangon vitatkoztunk, a sérelmeinket lőttük egymásra, és mindegy, ment tovább a mérkőzés, úgy ahogy volt, a Csík meg is nyerte azt a kupát, ezúttal is gratulálok nekik, vagy itt is gratulálok nekik. És ahogy jöttem le a jégről egy ilyen kis kialakított pihenőbe, ez a fiatal ember egy csokival jött velem szembe, és mondta, hogy hát Galci, vége, most már legyen jó kedvünk, szeressük egymást. És aztán megettük azt a csokit közösen. És ami még érdekesebb ebbe a történetbe, hogy tegnap szintén összefutok ezzel a fiatalemberrel, meglát, és akkor mondja, hogy ember, úgy szeretem, hogy mondja az ember, majd megkérem a végén, hogy mondja, mert tényleg annyira szépen mondja, hogy ember, mi van veled, drogozol vagy, be vagy rúgva, hogy akárhányszor találkozunk, te mindig jókedvű vagy, mindig mosolyogsz. Hát mondom, egyszerűen csak örülök neked, mert jó érzéssel tölt el, hogy megölelhetlek. Így vagyok én ezzel a székelységgel, mert egy vérből valók vagyunk. Sokkal több köt össze minket, mint ami adott esetben szétválaszt. És az egész beszédemben azt szeretném én igazándiból mondani, hogy ez nekünk itt mindannyiunknak, tudom, hogy ti is így gondoljátok, de ezzel még nem ért véget a dolgunk. Kötelességünk ezt másokkal is megosztani, megértetni velük, hogy mi egyek vagyunk. Mert ugye tagadhatatlan, hogy ezt sokan kérdőre vonják, megkérdőjelezik.
És akkor szokták nekem erre mondani egy baráti beszélgetésben, hogy hát igen, a Székely, ő mindig azt mondja, hogy ő Székely, nem magyar. Hát mondom, figyelj csak, van egy nagyon kedves, nyárádmenti születésű úriember, sajnos már meghalt, Széles Sándornak hívják, és akkor neki egy kis részt el szoktam mondani, vagy aki éppen aktuális, a Székely Karácsony nevű kis írományból. Aki nem ismeri, melegen ajánlom. Te nézze meg, de zsebkendő legyen nála. A történet annyi, két főse van, Áron, illetve az Isten. Áron imádkozik Szenteste az Úrhoz, hogy egy kicsi boldogságot adjon az ő népének. És akkor most mondanék ebből egy kis részletet. Nem folyamatosan, hanem kiragadva belőle részletek. De a lényeget meg fogjátok érteni reményeim szerint. Hallom, Áron, de nem mondtad kinek. A népemnek, Uram, szegény székelyeknek. Azt, ha jól értem magyar a beszédet, és mégis a székelyek boldogságot kéred? Úram, szólt Áron, a székely is magyar, csak egy kicsivel több. Ugyan legalább 3-4 fokkal. És akkor erre a Jóisten mondja neki a választ, hogy jól van, Áron fiam, és most tartsunk rendet, ez a kicsivel több megmagyaráz mindent. Én megértettelek, és most értsd meg te is, hogy ezért több a szenvedésetek is. És ha már így megegyeztünk abban, hogy mi egy vérből valók vagyunk, testvérek vagyunk, akkor mindannyiunk kutya kötelessége az, hogy az ő boldogulásukat, az ő tervüket, az ő álmukat, a székely autonómiát elérjük. Hiszem és tudom, hogy ez az egész magyarságnak egy olyan lökést ad, amit mi még nem is tudunk el se képzelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek, és meghallgattatok. Most felkérem így és Laci barátomat, mondjam ő is egy pár szót. Egy ilyen beszéd után mit is mondhatnék, csatlakozom az előttem szólóhoz. Azt szeretném elmondani, bár tényleg nem vagyok egy nagy szószóló, annak ellenére, hogy Galci azt mondta, hogy ő sem, de aztán kiderült, hogy mégis. Amikor Miskolcra jövünk, azt kell mondanom, hogy itt egy olyan szívélyes fogadtatásban van mindig részünk, hogy én amikor meghallottam, hogy a Székely Szabadság napjáról is megemlékeztek, hát megdobbant a szívem, de úgy éreztem, hogy igen, értem, hogy felénk székelyek felé itt Miskolcon ilyen kedvesek vagytok, és ilyen szép dolgokon gondolkodtok irányunkban. Ezt nagyon szépen szeretném meg is köszönni nektek. Szóval az történt, hogy 164 évvel ezelőtt, 1854. március 10-én a Marosvásárhelyi postaréten kivégezték azokat a székely vezetőket, akik hát titkon abban hittek, hogy a 48-as szabadságharc végkimenetele megfordítható, vagy legalábbis a következményei tompíthatók azokon a tájakon legalábbis. A legnehezebb időszakban a vesztes szabadságharcot követő megtorlások idején az emigrációban lévő Kossuth megbízásával kezdődött Székelyföldön ez a szervezkedés. Azonban, ahogy ez szokott lenni, a bizalmasok közé férkőzött egy kém, aki hát jelentett minden mozzanatot az osztrákoknak, és így az elnyomók lépésről lépésre még a szabadságharc, az új szabadságharc kirobbantása előtt felgöngyölítették a szervezkedést. Akikre rá tudták bizonyítani, hogy szervezői voltak ennek a mozgalomnak, azokat bizony kivégezték, a többieket pedig kemény várfogságra ítélték, sokáig sínylődtek. A mártírjaink, akiket ezen a napon kivégeztek, Udvarhelyszékről Gálfi Mihály, Háromszékről Horváth Károly, Marosszékről pedig Török János. Őket a postaréten ezen a napon felakasztották. A holtesteket a kivégzés helyén temették el, koporsót sem engedélyeztek nekik az elnyomók, sőt, mésszel akarták leönteni a testeket.
A vásárhelyi nép azonban ezt olyan módon akadályozta meg, hogy gyakorlatilag a hatóságok nem tudtak senkitől meszet szerezni, mindenki elzárkózott, nincs vásárhelyen mész. Aztán bárhogyan is őrizték az elnyomók a sírokat, a vásárhelyiek elkezdtek virágokat vinni, és 1860-tól kezdve rendszeresen megemlékeztek március 10-én a kivégzett vértanúkról. A Habsburg ellenes székelyföldi szervezkedés a jogfosztások miatt indult. És bár Galci aláírt, ha jól értem itt egy dolgot, a szomszédország, nem szeretem kimondani a nevét, a Máramarostól az Aldunáig terjed most, reméljük, hogy nem mindig lesz ez így. Szóval az osztrák abszolutista, magyar gyűlölő kormányzat a levert szabadságharc után ugyanúgy viselkedett, mint most a román hatalom. Ezért vannak minden év március 10-én a megemlékezés mellett tiltakozások is, és ezért szerepel a jogkövetelések között a székely autonómia igénye napjainkban. Röviden ennyit szerettem volna, nagyon szépen köszönöm kedves miskolci barátaim, hogy megemlékeztek a székely szabadság napjáról, és most férfias küzdelemben térjünk vissza a jégpályára, és győzzön az a csapat, nem akarok kimondani itt egy szót, mert ugye az is valamiféle deklaráció lenne. Szóval győzzön az a csapat, amelyik jobban akarja a győzelmet. Köszönjük szépen, köszönjük Miskolc! Visszavesszük Erdélyt a bocskoros olától, éljen a nagy magyar ország. Talán egyszer megfordul a világ, zöld ablakban piros-fehér virág. Visszavesszük Erdélyt a bocskoros olától, éljen a nagy magyar ország.